Egy vörösbegy repült az abértavaknál elhelyezett egyik hálóba a madár megfigyelési napon. Még 4 ilyen csapdából gyűjtötték össze azokat a többnyire énekes madarakat, amelyeket aztán megmutattak az érdeklődőknek. Amelyiken nem volt ornitológiai jelölőgyűrű, az kapott. Néhány példány azonban nem először került a szakemberek és a gyerekek szeme elé. Meg szeretném tőletek kérdezni, milyen madarat fogtunk eddig? Na, mi volt a hálóba? Kék cinke, az lesz szerinted? Nem, barátcinke. Hát valamelyik ezek közül. Jó pár fajt fogtunk, de mivel ti is ott voltatok a hálóknál kinn, ezért lehetséges, hogy eltaláltátok. Na, melyik lesz ő? Ne én mondjam meg. Ő egy barátcinege, igen. Neki már van gyűrűje, így feljegyzés készül róla. 5 óra alatt 13 madárra került jelölés. A hálóba akadt vörösbegy, kékcinege, barátcinege, őszapó, zöldike, széncinege és csilpcsalp füzike is. Továbbfejlesztettük ezt a rendezvényt, és most már nem csak a speciális távcsöveinkkel lehet megnézni a tavon úszkáló madarakat nagyon közelről, hanem madárgyűrűzést, bemutató madárgyűrűzést is folytatunk itt. Az apróságokat egyébként az esemény után sértetlenül szabadon engedték. Több mint 100 érdeklődő figyelhette meg a szakemberek munkáját az abértavaknál a tavaszi madárvonulási szezonban. Többségük Kőszegről és Szombathelyről érkezett. Legközelebb ősszel lesz ilyen rendezvény.